Chicken on the farm goes bop, bop, bop. Down on the farm. The cow on the farm goes moo. The pig on the farm goes bop. The chicken on the farm goes bop. Van velünk, hát mi sem férnénk el. Szerencsére behoztak egy szabályt ezekben a nagy üzemekben, ahol megvan egy állatnak mekkora helye lehet, hogy ne legyenek összegyűjtve annyira. És hogyha nincs meg az a terület nekik, akkor az ilyen állatkínzásnak bizonyul. És ugye a zsúfoltság miatt mondjuk több malac van egy helyen, nagyon sok betegséget elkapnak, és ugye hát a betegség nem kell, hát gyógyszer. És ugye kapnak antibiotikumot, és hát ugye, hát ez amikor ugye levágják őket, és ezt már eladják nekünk, akkor ugye bennük marad az antibiotikum. És hát nagyon sok ember lesz vegetáriánus, különböző okok miatt. Ők azok, akik ugye nem esznek olyan szövetségeket, és vannak olyan emberek is, akik vegánok, ők semmilyen húsból készült terméket nem esznek, tehát egy sajtot, tejet, húst. És hát ugye a mi szervezetünknek elengedhetetlen a húsból készült termékek fogyasztása, de azért nem kell kivenned a táplálkozásodból a húst, de a tej és az állatok érdekében próbálj meg kevesebb hústerméket enni. Körben is. Tudok mondani zöldségeket? Igen. Na mondjátok! Paprika. Répa. Saláta. Borka. Brokkoli. Hagyma. Degrehagyma. Zellár. Répa. Gyümölcsöket tudtok mondani? Igen. Na mondjátok! Barlán. Mi próbáltuk az ilyen legnépszerűbb vegetálatni, és valami csomó
történt, Balán? Ez egy ilyen okostányér, és a neten is fönn van, hogy ugye mennyit kell belőle enni, vagy nem tudom, hogy tudjátok, hogy zöldségeket is egyetek, gyümölcsöket, tejterméket, gabonafélét, az azért húst is, de hogy ne csak egy hús legyen a